Hello, sziasztok! Folytatjuk a Zero-t, méghozzá az első chapternek az utolsó pályája fog következni. Amit remélem mindenki izgatottan vár. Nos, hát a két fejlesztési pontból nem sok mindent tudunk csinálni. Sőt, semmit sem, úgyhogy neki is vághatunk az utolsó pályának. Ugye az előzőn csak egyetlen fejlesztési pontot sikerült szereznünk. Ezért van így összesen csak kettő. És ugye a legkevesebb bekerülő fejlesztés is csak 3 RP fejlesztési pontba kerül sajnos. Na, betölt már? Kíváncsi vagyok, hogy így a első chapter utolsó pályájára kitalálnak-e valami spéci dolgot, vagy valami kis miniboszt, vagy úgy bármit. Hogy úgy bármiben különbözni fog-e a többitől ez a pálya. Ó, fúj! Na. Erre nem számítottam. Hello, Mizu! Nem tudom, miért nem sebzett titeket a fegyverem. Ez mikor robban? Azért. Itt a kutyát, nem hiszem el. Meghalnak. Végre. Ez meg itt nem is ráz. Mi lesz? Tényleg adhatnának olyan robotruhát. Ezt nagyon élem. Nagyon szoktam bírni. Ezek vannak, ennyit értek. Azt mondja, hogy ez mi a fene? Bele kéne menjek. Ó! Teleport! Hoho! Szávasztok! Explosív 400-akat is sebeztem már! Na jó, csak egy 400 volt, most volt a másik. De az a robot ruhában szoktam 500-at sebezni. Okay. Szeretem az ilyen kis narancsárga dobozkákat. De jó! Be akartok keríteni? Azt nem mondjátok, hogy ez egy csapda volt. Tudjátok, hogy esélyetek sincs, bár azért eléggé megfogyatkozott az életem. Ó, de ott lesz pont egy. Előöldözzetek már olyan indarító. Mennyien jöttök még most őszintén? Halljatok most már meg, komolyan mondom. Végre élet még hozzá kettő. Ezt már szeretem. Nem bírtok magatokkal, igaz? Élvezitek, hogyha vernek titeket. Ez nektek. Jöttök még? Hát ilyen nincs. Ez nektek. Na, na. Írjátok! Látom, neked is kell egy pár pofon. Hú, ez mi? Hú, hogy ott... Értem én! Oké, gyertek csak. Nem tudom, hova kéne ugranom. Azokért nem kapom meg az öléseket, mert belezuhantak a szakadékba. Nem már. Oké.
Oké. Okay. Jó, no para. Checkpoint, erre mi van? Semmi szakadék. Tessék, itt van! Házhoz jöttök a pofonért. Na, valaki? Akkor ezt fel kell vegyem. Hello! Hello! Na, szeva! Istenem, de utálom ezeket a pajzsosokat is. Csak olyan forgós szar ne jöjjön a... ezen a pályán, én csak annyit kérek. Azokat utálom nagyon. De repülőnek is olyan szar jön ki belőle. Nem lehet visszamenni? Őszerért. De itt nem is volt szakadék. Én hülye megugrottam. Mindegy. Hali, hali, hali. Izu, hogy szolgál az egészségetek? Ja, én szóljátok, hogy ne a levegőt üssem, hanem titeket. Jó, de jó! 11, 18, 20-as kombó, 21, explozív! És erre elfogytok. Gyer, ó, ott milyen lézerek vannak hátul most, ugye? De jó. Már csak ezt hiányzott, komolyan mondom. Ezt neked, hogy rohagyd meg, ezt neked, meg fogsz halni, csak szólok. Hajd már meg. És könnyebben legyőztem, mint ahogy általában szoktam. Gyertek! Hiszen annyi élet van itt lerakva még. Valahogy fel kell őket vegyem. 4 élettöltő le van rakva, ami azt jelenti, hogy ez... hát ugye a másfél, vagy egy kis 3/4 élet csík. Oké, gyertek! Ez az! Nem már, csak ennyi volt. 24-es kombó jutottam, ha jól láttam. Ezt hogy oldjam meg? Aha, itt küzdésnél lesz kicsit nehéz. Oké. Egy megoldva. Kettő. Három. Ezt nektek. Gyerekjáték vagytok, értsétek meg. Ki vagytok itt be? Oké. Kettőt is felvettem. Oké. Na, óóóó! Mennyi minden? Gyerünk! Hát ezt azért nem ütöm ki. Mennyi élet? Ó, milyen közönség van! Hát te ki vagy? Nem a főnök, az biztos. Mert őt ismerjük. Kano! Szevasz! Igen, akkor jól gondoltam, a pályán elején lesz itt valami miniboss. Vagyis most nem tudom mennyire számít mininek. Hát addig ment az életed. Fúj! De jó, mint van pika komolyan. De ezt hogy kerüljem ki? Ne idegesítsen már. De
mit csináljak? Nem hiszem el. Ez hogy lehet? Ezteket. Nem lehet azt kivédeni. Jó. Én próbálkozok. És kivédtük. Hát nem hiszem el. Kivédtem, de nagyon kivédtem, hú, de kivédtem. Szétütlek. Mert gyerünk már. Természetesen általán el kell találni. Azért már nem sikerült kivédeni, sajnos. De most nagyon kapja az ívet, nagyon kapja. Szóval én is. Ezt neked. Jó, hoho. Ezt neked. Ez az. Hát de hogy? Nem tudok hova menekülni. Gyere már ki, ilyen. Oké. Ezt neked. Meg fogok halni, basszus. Most nem lehet visszajönni. Sejtettem. Basszus. Jól van, innen kezdi. Ezt lenyomjuk. De most már tanultunk egy kicsit. Erre beszopom, ugyanúgy. Belefutok. Jó. Nem hiszem el. Ugyanúgy megszivat ez a szar. Direkt eljöttem, hogy ne rúgjon meg. Gyerünk már. Jó. Ezt kap ki. Nagyon kapod az ívet, remélem érzed. Utás. És nem igaz, felvettem 3 élettöltőt. Ezt már tudni nem csinálom meg. Az a baj. Kivédem erre. Talán, hogy belemegyek. De jó. Ezt neked. Nem hiszem el. De hogy sebzett meg? Mondtam, hogy ezt nem fogom megcsinálni, sajnos. Hát igen, az fogok halni, mint a fene. Hát egyszerre felvettem, hogy 3-4 élettöltőt. Ez így nem lehet. És most még lenne 3-4, hát mennyivel könnyebb lenne. Felveszi az élettöltőt megint, ezt nem hiszem el. Hogy rúgott meg? Szép. Hát akkor ezt neked. Nem hiszem el. Jó. De pedig próbáltam nyomni időbe ezt a szart. Miért is gondoltam, hogy sikerülni fog? Ezt neked. Jó.
Miért? Megint nem fogom bírni megcsinálni. Gyerünk már! Ó, de jó! Természetesen általán is leszedi az összes életemet. Gyerünk! Jó! Tessék, vagyunk. De hogy találtál el? Na. Ez az. Jó. Ezt neked. Nagyszerű. Ezt nem értem. Oké. De nyomtam a kikerülést. Ez az. Jó. Gyerünk. Miért vettem fel az életet? Miért? A fenéért. Jó, beválik ez, hogy közel jövök ilyenkor, ahogy látom. Utána kezd el. Miért vettél be kettőt? Jó. Üssed! És kikerülöm is, és... Rohadj meg! Ezt neked robbanjál fel, úgy van. Fú. Nagy nehezen. Na azért, azt hittem már nem adja meg a kettő fejlesztési pontot. Na srácok, megnyílt. Második chapter. Csár. Hú, és ez csak 8 pályás lesz. Na de srácok, ezt majd csak mindenféleképpen a következő részben. Hiszen ez így is eléggé kifárasztott, na de remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. A végén ez a minibosszal, ami hát eléggé kemény volt azért. Kíváncsi vagyok, hogy ennek a második chapternek a végén vajon már az igazi főbosszal fogunk-e találkozni, akivel ugye a legelső pálya előtt ott a bevezető cutscene-ben, ott a trailerben. Milyen trailerről beszélek. Ott volt az a gonosz koma, és hogy vajon ő lesz-e a fő ellenfél, aki ugye ránk küldte a robotokat. Majd kiderül, szerintem igen. Még egyszer köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!